Igazából jó verseny volt, küzdelmes volt, benne volt minden, amitől lehet szeretni, amitől lehet utálni. Szóval volt minden a versenyben. Én azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy elfáradtam kicsit így a végére. A végén már meggondoltam, hogy milyen vitorla cserébe bonyolódjak. Nagyon-nagyon élveztem már tavaly is a versenyt. Az idén ugyan nehezen indult, mert két nappal korábban kiderült, hogy elektromos problémák vannak. Na, mit nem tudtunk orvosolni, egészen az utolsó pillanatig baj volt. Úgyhogy nem sok időm volt azon gondolkodni, hogy majd mi lesz a versenyen, hanem örültem, hogy nem kell kötéllel kormányozni. Az ilyen stressz helyzetek át tesznek az embernek, mert utána örül annak, hogy egyáltalán halad a hajó, és minden rendben van. És inkább attól aggódtam, hogy mikor fog ez a provizorikus megoldás összeesni, mint hogy az ellenfelek merre járnak. Úgyhogy egy nagyon nyugodt versenyzés volt így aztán. Tehát versenytaktikailag jól is kiegyensúlyozottan sikerült vitorláznom. Ahhoz képest, amire szélben számítottunk, teljesen meglepő volt, hogy végig tulajdonképpen némi nemű kis megingásoktól eltekintve szélben vitorláztunk. Néha még élénk is volt, úgyhogy ez ilyen szempontból egy pozitív élmény volt. Hát odafele ez a végig rajcoljuk a Balatont ezzel a típusú hajóval, volt egy akkora élmény, úgyhogy volt nagy küzdelem. Igazából hát ott nem jött ki ennek a... Az előnye viszont visszafelé a szerencsére megmaradt a szél, mert még úgy lázábomba fölmerült, hogy elkrajcolunk oda, aztán megfordul és keletibe visszakrajcolunk, de hát aztán ez nem következett be, úgyhogy így visszafele egész Almádig lehetett jönni Genakkerrel. A hajó az jó volt. Hajó, csak ezek pont azok a szelek voltak, amilyen mindegyik hajó jó, gyors. Nem volt előnyöd? Itt nem volt nagy. Hát a krajcban se volt, tehát ha nagyobb lett volna a szél, már lett volna előnyünk, vagy ha kisebb lett volna. Mit csináltál jól? A raumot esetleg. A raumot. Most már van itt 5 pengehajó, amit erre terveztek, építettek, high-tech egytől egyig, és gyorsan, és ráadásul jó emberek vitorlázzák. Úgyhogy nincsenek csodák, itt az eleje nagyon gyors, már nincs könnyű győzelem, nincs könnyű helyezés, itt mindenért meg kell küzdeni. Én most elég jól elfáradtam, ezért nem tudom, hanyadik lettem, talán 5.
voltam jobb is, voltam sokkal rosszabb is. Fél hétkor besötétedik, és utána 11 óra hosszat sötét van. Akkor 6 és fél óra világos, és 11 óra sötét. Úgyhogy hát én erre készültem. Körülbelül 3-4 alkalommal majdnem komplett éjszakát töltöttem a tavon. Néha jártam Almádiba, néha a Csőbe. Úgyhogy hát igazából így engem mondjuk az éjszaka nem zavart, sőt, egész jó boldogultam benne. Tehát az éjszakában, ha van egy haváriát, azt ott tisztázni, lámpával vakítani nem célszerű, mert akkor, hogyha fölkapcsolod egy pillanatra, akkor utána másfél-két percig nem látsz semmit. Tehát én a lámpát aztán minimumra szoktam szorítani, most például csak a Genakker állításnál kétszer kapcsoltam föl ilyen 5 másodpercekre, aztán ez volt az egész éjszakai lámpa használat. Tehát inkább kézbe kell, hogy legyen a hajó. Számomra döbbenetes volt, hogy tettem a dolgomat, úgy nem nagyon figyelve másra, és egyre csak nőtt a különbség köztünk és az üldöző között. És ez is egy szokatlan állapot. Tehát volt már persze, hogy sokáig vezettem, de olyan még sose volt, hogy ne értek volna utól, vagy ne rendeződött volna újra többször is egy ilyen TBS versenyen a sorrend. Hát most ilyen nem volt. Még van fölfelé láthatólag. Farkit egyelőre még látni sem nagyon látjuk, nem hogy megverjük, de majd azért próbálkozunk rajta. Mondtam neki már egyszer, hogy 50-szer elrajtol, egyszer majd csak hibázik. Gratulálunk! A szólóvitorlázás a Fanádi nevéhez kötődik, és Nándi az, aki a 93-as teljesítményével örökre beleírta magát a magyar vitorlázás történetébe, sőt azt gondolom, hogy a világ vitorlázásának a történetébe. Nem hiszem, hogy a következő 50 évben lesz olyan közép-kelet-európai ember, aki részt fog tudni venni a vendéglóbon. És hogy a vendéglóbot hova kell elhelyezni, azt gondolom, hogy a vitorlázás 4 Monteverestje körül az egyik. Ugye az olimpia, az Amerika kupája, a Ocean Race és a vendéglób, ez a 4 csúcsa a vitorlázásnak. Hogyha ezek közül bármelyiken egy hazai vitorlázó részt vehet, akkor már elérte a csúcsot. És Nándi nem csak részt vett a vendéglóban, hanem 5. helyen ért célba, a legjobb nem franciaként, 93-ban, ami egyszerűen olyan fantasztikus eredmény, mint hogyha valakinek nem csak, hogy lenne Magyarországon egy Forma 1-es csapata, hanem ez a csapat még az első 5-be be is férne a világbajnokságon. Úgyhogy azt hiszem, hogy az ő zsenie azon túl, hogy kiváló vitorlázó, elképesztően jó szervező és menedzser, utolérhetetlen az én szememben. Ő van itt velünk. És összemérezkedhetünk vele egy ilyen kis pályás foci meccsen, és néha még volt is sokunk ellene. De ettől még ő az,